estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem a 6. székelyföldi Varga Sándor verstáborban Heinzinger Mika Mistral együttes oszlopos tagja. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk, örülök, hogy itt vagytok ismét velünk. Azt hiszem, hogy egy tegnapi fantasztikus koncert után örülök, nagyon jó lesz beszélgetni. De evezz a mélyre tartja a mondás, úgyhogy hadd idézzem a nézők kedvéért is a te jel gondolatodat, azt a mondatot, azt a gondolatsort, amit Gárdonyi Géza fogalmazott meg, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos. Az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő a lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének szárnya is. A láb kis téren mozog, a szárnya végtelenségben. Azt hiszem, hogy ez mindent elmond arról az indítatásról is, ahogy ti minden egyes dalban megfogalmazzátok gondolataitokat. Beszéljünk az indítatásról, 20 esztendősek lesztek jövőre. Melyik volt az az első pillanat, amikor az a három különböző személyiség úgy döntött, hogy összefog és valami jót fog csinálni együtt? Hát ha az én olvasatomban, mert ezt én láttam, ez akkor történt, amikor Dévai Nagy Kamillának a Kronikás Ének Zeneiskolájában Máté is, vagy Tamás is járt, és én voltam az utolsó, aki oda felvételizett, szóval olyan értelemben, hogy a hármunk közül. És akkor beléptem az iskolába, ahol volt a felvételi, a Máté jött innen, a Tamás jött föl egy lépcsőn, én meg jöttem így be. És így összetalálkoztunk hárman, és így azt gondoltam, hogy ez jó lesz. És aztán ez tényleg így jól is lett. A találkozás misztériuma, tehát meghatározta a későbbieket is. Igen. Hogyan sikerült megtanulnotok így hárman, három különböző személyiség és egyéniség, Mistralul? Miként alakult ki az a jellegzetes stílus? Még most se tudunk egymással. Hát ez olyan, mint egy házasság, én szerintem. 19 éve zenélünk együtt, és még mindig vannak dolgok, amiben nem értünk egyet, de hát ez így szép és jó, mert három különböző emberről van szó. Viszont egyetlen egy dolog biztos, az, amit szeretnénk közvetíteni. Beszéljünk a versekről, hiszen a Széles Tárháza a magyar versíróknak a színejava, akik a történelmi múlttal foglalkoznak, akik akár kortárs irodalom képviselői is, egy valamit közvetítenek felénk. A nemzeti összetartozást egyik oldalról, a másik oldalról a történelmi múlt megbecsülését. Mennyire volt tudatos az elején a versválasztás? Én azt tudom mondani az én szempontomból, hogy ez nem tudatosság, hanem ez egy ilyen egy vezérlő elv lett. Nem tudtunk úgy nem hozzányúlni versekhez, hogy azok között legalább 10-ből legalább 2 ne hazafias vers legyen, vagy a hazának a, vagy egy történelmi típusú, nem tudjuk miért. Én szerintem ez egy ilyen, hát ezt osztották, hogy mindig belenyúlunk dolgokba, és mindegyik között van olyan. Mert ez bennünk van, a múltnak az éltetése, nem is az, hogy az éltetése, nem jól fogalmaztam, hanem a múltra emlékezésnek az éltetése. Mert hogy emlékezzünk, hogy legyen élő az emlékezés, ahogy Máté nagyon szépen meg is írta egy versében. Hogy emlék csupán az emlékezés kérdőjellel, hogy emlékezni csak az élő emberek tudnak, az élő lelkek. Mert az embereknek van megadatva az emlékezés, mert ha már lélekformában fölkelünk, már nem emlékezünk igazából semmire, de nem is baj. A zene és a vers nálatok párban jár, és természetes. Hogy alakul ki egy motívumrendszer, a zene motívumrendszer? Hogy választatok hozzá hangszert? Én azt tudom mondani, a vers megszólaltatja azt a hangszert, amit meg kell szólaltasson. Igazából az ember, amikor hoz egy zenésztársa egy dalt, és azt mondja, hogy most te ezt megmutatni és kezdjünk el vele dolgozni, akkor leülünk és meghallgatjuk azt az embert, aki hozza ezt az alapot. És ahogy
folyik, ahogy megy a dal, az embernek, és az ember ráhangolódik a másik emberre, akkor meghallja azt, hogy milyen hangszert is képzeltő, vagy érzettő bele. Megfoghatom az egyik furját, elkezdem fújni, nem jó, és amelyik éppen talál. Aminek ott van dolga abban a dalban, az fog megszólalni úgy, hogy tiszta legyen és ne hamis. A visszajelzések segítenek abban, hogy ez mindig így történjék? Gondolok itt elsősorban a közönség visszajelzéseire. Az a szeretet, ami árad felétek, az tagadhatatlan. A közönség visszajelzése erősít minket abban, hogy ezt csinálni kell. Mert ez egy olyan, mint egy rádióadás, vagy egy tévéadás. Te adsz, de ha én nem vagyok, mint vevő, akkor kimehet a világűrbe az egész, de senkihez nem fog elérni. És hogyha be van hangolva a vevő az embereknél, akkor ez megvan, és akkor jöhetnek a visszajelzések, hogy köszönöm ezt a műsort, vagy ahogy ez most a világban működik, vagy az, hogy együtt énekelnek velünk, vagy csak az, hogy együtt nem énekelnek, és együtt van csönd. Ez már visszajelzés. A tárgyasult elismerések fontosak? Gondolok itt elsősorban, ugye a Magyar Örökségdíj jelképe, szimbóluma annak, hogy azért megbecsülik mindazt, amit kapnak tőletek. Tocsai Béla mondta nekem nemrégiben a Kossuth díja kapcsán, hogy jó, ez pozitív megerősítés, de a fontos mégis a közönség, és ezzel nem mondott nagyot. Igen, az Örökségdíj az egy... Szóval én fiúknak is mondtam, és azóta is mondom, hogy szeretnék ez majd felnőni. Én még nem érzem. Ez jó, ezt én köszönöm. Csak én azt mondom, hogy jó van, majd, hogy ezt 20 év múlva is így gondolják, akkor annak örülök. Mert most még nagyon az elején járunk annak, hogy én azt mondhassam magam, hogy örökség vagyok. Vagy a Mistral örökség. Még azért előttünk van egy út, amihez szeretnénk felnőni. Hát olyan emberek kapták meg előttünk ezt a díjat, akiknek az életútját, ha megnézem, akkor hol vagyok én még? Szóval tanulás, bizonyítás és lélegzés együtt az emberekkel, és akkor, hogyha ez tényleg megműködik, akkor az jó. A reggeljáró segít ebben? A reggeljáró az egy álom. Amikor másfél napig álmodik az ember egyfolytában. Úgy, hogy közösen álmodjuk az emberekkel azt, ami ott történik. Nem... A reggeljáró az a Mistrálnak én szerintem egy... Hát az visszajelzés. Egyfajta misszió? Mondhatjuk? Vagy ez hát misszió? Én szerintem nem is misszió, ha nem misszió, hanem egy jó út. Hát misszió is lehet, igen. Mikor érzed úgy, hogy szárnyalsz? Csatoljunk vissza Gárdonyihoz. Mikor zenélek. Akkor is. Meg most is. Akkor szárnyalok, amikor el tudom engedni azokat a dolgokat, amik lekötik az embert így a mindennapjaira. Akkor szárnyalok, amikor csak rá tudok nézni egy ilyen zöld vagy erre a patakra, és csak azt tudom nézni, hogy csak hallgatom, és nem csinálok semmit, akkor szárnyalok. Amikor zenélek, akkor szárnyalok, amikor a családommal vagyok, akkor szárnyalok. Amikor iszom, és már berúgtam, akkor nem szárnyalok, mert igazából arra kell rájönni az embernek, hogy ez lehúzza őt ide a sárba. De néha ez belefér. Amikor a költőket vizsgáljuk, arra figyeltem fel, hogy Balassi Bálintól Dzsida Jenőn át a mai kortárs költőkig egyaránt megtalálható benne mindaz, ami foglalkoztatja az embereket. Ráadásul nektek köszönhetően egyre inkább figyelnek a fiatalok is arra, amit méltatlanul elfeledettnek mondok én. Ennek volt az egyik példája a megkopott harangszó is. Ugye 1456 Kapisztrán János, tudjuk, október 23-a, akkor az 550. évforduló volt, a másik fele 1956 szintén az 50. évforduló. Most két emberöltönyi távlatból a tegnapi koncerten kiderült, hogy a fiatalok mennyire vágynak arra, hogy megszólítsák őket. Mennyire tudatos azok a dalok, amelyeket összegyűjtöttetek a versek alapján a megkopott harangszóban? Ha tudatosság lenne benne, akkor nem így szólalna meg. Mert ez nem... Ez úgy jön.
Ezt amikor az ember leül és rákoncentrál, elképzeli azt, hogy mit szeretne csinálni, és hogyha ezt tiszta szívvel kéri, akkor a jó Istentől megkapja. Tudatosság, ha a zenében tudatosság van, az hamis. Zenélni tudatosan nem lehet. Zenélni ösztönből lehet, zenélni lélekből lehet, zenét kapni, leképezni abból az egészből, ami fölöttünk van, az sem lehet tudatosan. Mert ha tudatosságot viszek bele, akkor megöltem az egészet. Fontosak a mélységek és a magasságok? Ahogy az életben is? Ez így van. Hát nincsen fa gyökér és korona nélkül. Egy fa akkor tud élni, hogyha mind a kettő egészséges. A gyökere is egészséges, meg a koronája is egészséges. Ugyanez úgy bármiről beszélünk. Meg kell, nem lehet. Amikor 56-ról beszélünk, akkor neked, az alkotó embernek mi a mélység és mi a magasság? A magasság az az eufórikus, örömteli állapot, ami megnyilvánult, hogyha nézzük a fotókat az emberekben. Amikor azt érezték, hogy a jó Isten megadta, szabadok leszünk, vagy szabadok vagyunk, egy fél percre is akár, vagy öt napra. A mélység ennek a pont a barikád, na az a mélység, amikor képes vagyok embert ölni azért, amit három nappal azelőtt eufórikusan, boldogan, békésen ünnepeltem. Mert nem tudom, hogy a kettő megvan-e egymás nélkül. Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán úgy. Ezt mi ajándékba kaptuk. Mi ezt nem tudhatjuk, és nem is szeretném azt, hogy akár még a gyerekem is megismerje ennek a mélységét és magasságát. Csak lélekben, de így azért az nem egy egyszerű dolog. Ugye ösztönösségről beszéltél, én pedig azt vettem észre, hogy nagyon is ebben az ösztönösségben nagyon is sok harmónia van. Akkor jó. Jó, akkor... Hát az ösztönösség az nem harmóniátlanság, én szerintem. Az ösztönösség az a harmónia. Amikor együtt tud az ember létezni a patakkal, a levegővel, a madarakkal, ezek az ösztönök, erről beszélünk, az állati ösztönök. Az állati ösztönök nem csak az, amikor úgy kijön az emberből az állati ösztön. Az állati ösztön az, hogy lefekszik egy ló a mezőre, és megérzi azt, hogy mikor jön a közelébe a farkas. De addig nyugodtan tud feküdni és aludni. De amikor a közelébe érkezik, akkor megébred és figyel. Ezek az állati ösztönök. Az állati ösztönök nem lealacsonyítják az embert, hanem éppen, hogy fölemelik. Fölemelik végre abból a posványból, amiből belemegyünk. Mert egyszerűen nem azt hiszik, hogy mi vagyunk a nagy jóistennek a utolsó teremtményei, csak azt felejtjük el, hogy mi ki lettünk onnan űzve, ő az állatok közül lettünk kiűzve, és azért vagyunk itt most. És azt megmondták, hogy a véres velejtékkel fogod megkeresni a... És jön utánad, le van írva. Ezt mi elcsesztük elég keményen. Az állati ösztönök, azok visszavihetnének minket abba a paradicsomi állapotban, ahonnan ki vagyunk küzetve. Mennyire fontos számotokra a szakralitás? Hiszen évtizedekig azt szajkozták nekünk, hogy a hitet felejtsük el egyszer s mindenkorra, illetve higgyünk másban. Most is ez megy. A szakralitás az élet maga szakralitás. Hogyha az ember odafigyel arra, hogy mi van körülötte, akkor belekerül a szakralitásba. Ez ugyanúgy, mint amikor reggel megébred az ember és ránéz a feleségére, vagy az alvó gyermekére, vagy egy nap felkelte. Lehet mondani, hogy felejtsük el a szakralitást, mert most is megkapjuk ezt elég keményen, hogy az egy avid dolog, az nem kell abban foglalkozni, te vagy az Isten, meg mit tudjam én. Hát saját képére és hasonlatosságára teremtett meg minket, ez biztos, de akkor itt most nagyon sok Isten rohangászik. Most a trend a fősodor, ti ezt kerülitek. Nem kerüljük, nem kerülünk bele. Hát mi nem férünk abba bele. Nem kerüljük, mi szerintem a fősodorba beleillenénk, de nem kellünk oda, így hát megcsináljuk mi a magunk medrét.
milyenek ezek a fiatalok itt Csomortánban, hiszen esztendőről esztendőre itt vagytok, tehát végig tudod kísérni azt a folyamatot, hogy, hogy megvalósult Varga Sándor barátunk álma. Ez így van. És ennek egyenes folytatása minden egyes esztendő, és az mindig megerősítés, hogy bár nincs köztünk, de azért elégedetten gondoskodóan lehet figyelni arra, ami most történik. Milyenek a mi fiataljaink? A mi fiataljaink álmodozók. Nyitottak és tiszták. Aztán majd jó elrontjuk őket. A világ elrontja őket. Mert elhiszik azt, amit kapnak a így napról napra a dolgokból. És el fogják hinni azt, hogy az élet csúnya. És el fogják hinni azt, hogy nem szabad megbízni a másikban. Mert ezt kapják egyfolytában. Újság, rádió, televízió, bocsánat, de általában ez megy. Nem a szép dolgokat erősítjük meg bennük, hanem létrehozzuk a saját poklunkat, mert ők azt fogják álmodni, amit mi odaadunk nekik, hogy álmodjanak. Tehát a mi felelősségünk? Abszolút. Abszolút. Mert hogyha ahogy itt valami lesz, azt magunknak köszönhetjük. Vagy elkezdünk álmodni egy szép, békésebb, boldogabb dolgot, és elkezdünk gondolkodni azon, hogy ezt meg is lehet csinálni, mert meg lehet. Vagy akkor isszuk a következményét is. Mert azt gondolom néha, hogy a jó Istennek most már itt lenne az ideje, csináljon egy tisztítást. Ha megélem, megélem, ha nem élem, nem élem, én úgy hiszem, hogy jó helyre fogok kerülni. Ha nem, akkor meg megjártam. De hogy csak valakinek végre legyen már jó ezen a földön. Hát ez az élet teremtve.